Érzem, hogyha mi most a csoportba egy jó helyen végzünk, ugye legalább a második helyen, akkor utána tényleg úgymond a szerencse dönti majd el, hogy esetleg bekerülünk-e a négybe vagy sem. Így az elvárások, azt mondom, hogy reálisak. Jó csapat ez a magyar válogatott, és nagyon együtt vagyunk. Az ellenfelekről mit tudtok a mostani csapatról? Ugye, hogyha a hagyományokat nézzük, akkor a norvégok az utolsó három EB-t nyerték. Franciaország sem egyszerű, Szlovéniát sem lehet leírni. Tudtatok külön-külön készülni belőlük? Igazából ugye a világkupán játszottunk a franciák ellen, belőlük valószínűleg így többet fogunk tudni készülni ugye a saját videónk alapján, de kapunk máshonnan is videókat, a szlovénokról is, a norvégokról is, ismerjük őket, úgyhogy megpróbálunk minél jobban felkészülni, és megnézzük, hogy esetleg hol vannak gyengéik a csapatoknak, és azt kihasználni. Te szereped mennyire alakul át azzal, hogy Görvics Anita megsérült, ugye alapember ő, ki más, hogyha nem Görvic, irányító poszton rád számít a szövetségkapitány, többet erről beszéltetek? Hát beszéltünk, de nekünk így, hogy ugye rajtam kívül meg van két irányító, meg ugye végülis a Zsuzsi is egyedül van balátlövő poszton, így nagyon forgatva lesz a csapat. Hát valószínűleg én leszek a kezdő irányító, de hát ez változhat forma alapján is, de én úgy érzem, hogy tudjuk egymást pótolni.